Tisztelt Országgyűlés, most képviselői felszólalások következnek, megadom a szót Novák Előr képviselőnek, a Mi Hazánk képviselőcsoport előtt. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, a 47 oldalas sporttörvénycsomaghoz egyetlen módosító javaslat érkezett, történetesen tőlem, úgyhogy engedtessék meg, hogy hozzászóljak, hiszen most erről folyna tulajdonképpen csak a vita, nem is magáról a 47 oldalas sporttörvénycsomagról. És ez nem más, mint a magyar nemzeti kvóta bevezetése, ami ellen már régóta kardoskodunk, és most kedd este szavazhat is erről az országgyűlés. Erről a javaslatunkról, melyért bár évek óta küzdünk, de mégis, bár én nyújtottam be, de bizonyos értelemben Orbán Viktor számszerű javaslata, hiszen a Mi Hazánk sok éves követelése nyomán júliusban a kormányfő mondta e tetteket követelő szép szavakat, amikor szorgalmazta, hogy több saját nevelésű fiatalt kellene a kluboknak foglalkoztatniuk. Idézem, ha ezt a célt föladjuk, akkor az egész futballt, a magyar futballt nem érdemes csinálni, mert a magyar futball nem a szórakoztatóipar része. A futball komolyabb dolog ennél. A futball az életünk, a magyar emberek életének része, a nemzeti identitás része. Tehát mi nem szórakozni és tapsikolni akarunk a lelátó mindenfajta messzi földről idefújt ügyes játékosok játékán örvendezve, hanem mi a saját gyerekeinket akarjuk látni. A magyar gyerekeket, a magyar válogatottat, a magyar klubcsapatokat. Ha ezt föladjuk, akkor az egész magyar futballnak nincs értelme, mármint a magyar futballnak. Legyen a csapat fele nagyon jó minőségű külföldi, de a másik fele saját nevelésű gyerekkel, hogy legyen. Zárta gondolatát Orbán Viktor, akit most a frakció fegyelemből való kiszavazásra buzdít a Mi Hazánk, hogy legalább az ő szavai és a tettei legyenek összhangban. Azt gondolom, hogy a Fradi is ennél többet érdemel, de Kubatov Gábor nem szégyelte, hogy megint nulla magyar mezénjátékossal lépett pályára a legendás csapat. A színmagyar Paks csapata ellen az FTC a magyar bajnokságban a messze legjobb anyagi helyzeté ellenére immár közelebb áll a negyedik helyhez, mint az elsőhöz, míg a csak magyar játékosokból álló Paksi már garantáltan az NB1 élén zárja az évet, miután a tegnapi rangadón 3-2-re nyert a Paks a Fradi ellen. A magyar kvóta bevezetését azért szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom, hogy a sportban is elburjázott külföldi vendégmunkás dömping helyett garantáljuk a magyar sportolók szereplését a magyar adófizetői pénzből is megrendezett bajnokságokban, a befizetett adókból épített sportlétesítményekben, az utánpótlásnak több lehetőséget biztosítva a válogatott csapataink színvonalát is emelve. Mert ha a magyaroknak nem adnak nagyobb számban játék lehetőséget a magyar bajnokságban, akkor a válogatottban is kisebb lesz a merítési lehetőség. Tehát aki a magyar kvótát ellenzi, az például a magyar nemzeti 11 sikerét gátolja a labdarúgásban. Csapat sportjaink döntő többségében jelenleg sajnos korlátozás nélkül alkalmazhatóak külföldi, sőt Európai Unión kívülről érkező sportolók. Ezzel szemben például Románia tavaly bevezette a hazai kvótát a csapatsportokban. Sajnos Magyarországon viszont jelenleg több olyan sportklub működik, melynek játékosaik között alig találni hazait, sőt olyan mérkőzések is voltak a magyar bajnokságban, ahol egyetlen magyar játékos sem lépett pályára. Ezzel érzékenyítik is a szurkoló táborokat a vendégmunkások más területeken való elfogadására is. Hamis az a kormányzati kifogás, hogy ezt például az EU nem engedi, hiszen jelenleg is vannak régóta működő szabályozások. Például a Magyar Röplabda Szövetség férfiaknál 50%-os, nők esetén 33%-os magyar kvótát ír elő. A Magyar Kosárlabda Szövetség 20%-ot, ez mondjuk egyetlen játékost jelent, de legalább van, miközben a legnézettebb labdarúgás és kézilabda terén nincs semmilyen kvóta, hát itt az ideje. És bizony hazug és hamis az a kormányzati kifogás, válasz, magyarázkodás, mellébeszélés, hogy ezt bízzuk a klubokra, hiszen egyrészt láthattuk, hogy ha a klubokra bízzuk, akkor mi történik, és az a hazug kifogás, hogy a politika ne avatkozzon bele, az azért is álságos, mert nézzük csak meg, nem csak a Ferencváros elnöke Kubatov Gábor, Dajcs Tamás, az MTK
elnöki posztja mellett a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, a MOB alelnöke, a Paralimpiai Bizottság alelnöke, vagy a Honvéd elnöke Simicskó István kormánypárti országgyűlési képviselő, a BVSC elnöke Szatmári Kristóf fideszes országgyűlési képviselő, a Puskás Akadémia elnöke Mészáros Lőrinc, a Magyar Birkózó Szövetség élén Németh Szilárd fidesz alelnök áll, a Tenisz Szövetség élén Lázár János, a Vívó Szövetség élén Csampa Zsolt volt fideszes országgyűlési képviselő, még képviselőként választották meg. A Jégkorong Szövetség elnöke, ugye Suh György, Kövér László jobbkeze, az országgyűlés hivatalának főigazgatója. A Korcsolya Szövetség vezetője Kósa Lajos fidesz alelnök, a Kajakenu Szövetség vezetője Schmidt Kábor, aki sportért felelős helyettes államtitkár, azt gondolom, ez összeférhetetlennek is tűnik-e két tisztség. Tisztelt országgyűlés, több tízezer szórólappal évek óta küzdünk azért, hogy a magyar kvóta bevezetésre kerüljön. A szurkolótáborok jelentős részében már meghallgatásra talált ez a gondolat. Biztos vagyok benne, hogy ha nemzeti konzultációra mernének tenni egy ilyen kérdést, akkor ott is többséget kapna, nem csak a szurkolók körében. Itt az ideje tehát, hogy egy legalább 50%-os kvótával miniszterelnök úr javaslatát is megfogadva legyenek szívesek végre a tettek mezeréről lépni a szép szavak után. Köszönöm a figyelmet!